Kóbor, mikor én gyerek voltam, sok volt a gyerek, több volt az ember, sokan voltak a faluba, többen voltak, mint mostan, sokkal. Egy erős község volt. Minden házban lakós volt. 1961. szeptember 1-ben jöttem Kóborra. Megmondom, mikor a motorbiciklivel beszaladtunk, mint ha mindenki kiszaladt volna a kapun, szaladtak. Isten hozta magukat, ezt mondták. És aztán nem is mentünk el, azóta itt vagyunk. Na. A férjemet ide temettük, édesanyámot ide temettük. Na. Már következek én. Az a Kóbor szín magyar falu. Egy mondat. A házak akkor Kóboron pont úgy voltak építve, mint stílus, a hagyományos erdélyi szász stílus. Jó módú falu volt Kóbor. Na. Azután most már látja, hogy mi van. Hát nagyon sokan elvándoroltak, ugye más munkahelyet kerestek a kollektívon kívül. Építkezés volt Fogarason, Brassóba, Kőhalom, minden. És az emberek így elmentek. Azt lehet mondani, hogy eltűnt a magyarság. Hát ez a néptelenedés, az öregek kihaltak. Sajnos a következő generáció az jellemben már nem emelkedik fel az előtti minőségére, így házakat, házszeket adtak el egy hűtőszekrénye ára. A rengeteg vegyes házasság, így a kóboriakból lassan kihalt a magyar érzés. Sajnos. A fiatalok ott vannak a városon, de kóboriak. Kóboriak. Százasság vannak. Nekem van csak három. Aki magyarul beszél. Magyar neve van, és magyarul beszél. Kóbori származású. De ha nem lakik itt. Három család jött vissza, úgyhogy elfoglalta az öregek helyét. De többiek nem. Kényelmesebb a blokkban. Itt marad a nagyházunk lakatlan. Remény nincs, hogy hazajönnek. Nincs. E magyarság kipusztul innen. Nincsen szaporod, nincs. Legyek őszinte, nem látok meg onnan. Nem tudom, hogy mi fog lenni a magyarságból, mert évenként halnak 4-5-ön, és nem jönnek annyian vissza. Ide a magyar házakba békültöztek mindenféle nemzetség, aki nem tudja az itt való szokást, legalább a szokást. Nem tudnak még köszönni se. Nem akarok rosszat mondani, de hogyha 3-4, mondjuk maximum 5 év múlva kóboriak vagy a kóboriak elszámozottjai nem fognak össze, hogy valamit csináljanak, akkor azt hiszem, hogy kóbor egy magyar szót nem lehet arra. A falu végén is ugye most még két nyelven írja. Azon kívül csak fogja írni C betűvel Kóba. Itt, ami meg kéne maradjon, tehát a templomot, hogy tényleg ne menjen tönkre a templom, úgy, ahogy ezek a szép házak tönkre mentek. Nagy templomunk van. Ekkora templom, református templom, mint Kóboron van. Nincs a környékben, még Kőhalomba sincsen.
500 személy nyugodtan bévér. Voltunk itt, jó erős falu volt valaki, mert megmondja a templomunk, hogy ez milyen falu volt. Megmondja, annélkül, hogy kérdezzen a nép valamit. Megmondja, jártam Amerikába, e fele templom van mindig. Itt vannak a környező faluk, a száz faluk, és minden templomban jövedelem van, mert jönnek a turisták. Itt ez a gyönyörű templom, ez a, és nem tudunk semmit csinálni. Ich komme aus dem Schwabenland in Deutschland, in der Nähe von Stuttgart. Also etwas ist ja ganz klar, und das sagen fast alle, die hier sind, die schöne Landschaft ist sehr toll. Leider verbleibt oft sehr wenig Zeit, diese auch genießen zu können. Ansonsten gefällt uns hier sehr gut, bei auch allen Schwierigkeiten, dass man das Leben besser spürt als in Deutschland. Sicher nicht jeder für das Leben hier gemacht. Ich denke, eine ganze Reihe von Leuten würde nach einer Woche hier wieder verschwinden. Was einem leider sehr klar sein muss, ist, dass es hier sehr wenig junge Leute auch gibt in der Gegend. Und das ist auch für uns nicht immer einfach. Deshalb wäre es umso schöner, wenn Leute auch in die Gegend kommen würden, dass sich dies dann behebt. Wir sind ja schon da. Wer will, kann gerne zu uns kommen.